Új gépek kerültek átadásra a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése részeként városunkban. A városi Önkormányzat és a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által közösen elnyert KEHOP 3.2.1 kötőjel 15 kötőjel 2017, kötőjel 00023 azonosító számú komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcagváros, valamint a Tiszató térségében különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési szállítási és előkezelő rendszerre projekt keretében új gépeket kerültek átadásra. A mai napon került sor az ünnepélyes átadó keretein belül a munkagépek átadására. Miért fontos ez a város számára? Kérdeztük Karcagváros polgármesterét. Ugye a hulladékgazdálkodás kiemelt jelentőségű, főleg a 21. században, amikor egyre több olyan feleslegesé vált dolog, hulladék, háztartási hulladék, elektronikai hulladék, és még sorolhatnánk tovább, keletkezik, amit természetesen kezelni kell. Ennek egy része olyan hulladék, amelyet újra lehet hasznosítani. Tehát azok a gépek, amelyek most átadásra kerültek, jelentős része az újra hasznosítható hulladékoknak a szétválasztását, különválasztását, mozgatását, feldolgozását fogja majd segíteni. És természetesen az a két hulladékszállító gépkocsi, amelyben látszik hogy a különbség, tehát egy nagyobb és egy kisebb, ezzel pedig olyan helyekre fognak tudni eljutni a hulladékgazdálkodás szakemberei, amelyet eddig nem tudtak megközelíteni. Tehát azok a kertvárosi részek, azok a keskenyebb utcák, azok a települések, hiszen több település tartozik a karcagi hulladék gazdálkodáshoz, azok a települések, ahol kisebb a kommunális hulladék, vagy az újrahasznosítható hulladéknak az összegyűjtési területe, ezért nem férnek el ezek a nagyobb autók, ők ezt a részt is meg tudják közelíteni. Én azt gondolom, hogy így válhat majd teljesség karcagon és az a hulladékszállítás, amely eddig néhány utcába nem jutott el, vagy nem tudott más miatt bejutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy óriási segítség lesz az itt dolgozó szakembereknek. A projekt keretein belül átadásra került egy úgynevezett kitológép és egy dízeltorgonca. Ugye ez az a rész, ahol mozgatni kell azokat az anyagokat, amiről beszéltem, hiszen más fejlesztési része is van a hulladékazdálkodási telepnek. Ugye épül egy csarnok, ahol hulladék válogató lesz. Itt fogják azokat az anyagokat szétválasztani, amelyet újra lehet hasznosítani. És természetesen ezért ezek, amikor összegyűlnek, óriási súlyuk van, tehát kézi erővel nagyon nehéz mozgatni. Ebben fog segíteni a most átadásra került targonca, illetve az az erőgép, amely ezeknek az emelés, Hez, mozgatásához szükséges. Mint említettük, a projekt kedvezményezetje a Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. Hát, megnézzük azokat a gépjárműveket, amit a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. szerzett be itt Karcagon. Két kukásautó, egy nagy és egy valamivel kisebb, hogy a kisebb utcákba, akár Berekfürdőn, a kertekbe is meg tudja oldani a hulladékszállítást. Rakodógépekkel én azt gondolom, hogy a 21. századnak megfelelően modern gépeket szerzett be ez a KFT. Én azt gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket, ezeket a környezetvédelmi fejlesztéseket mindenképpen jól végzi ez a cég, és Karcag és a környéke ellátása ebből a szempontból nagyon jó lesz. Több 10 millió forintba kerültek ezek a gépek minisztériumi támogatással, hiszen a Magyarország kormányának nagyon fontos az, hogy a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem jól haladjon, és én azt gondolom, hogy ezzel is megint lépünk egyet, hiszen a hulladékválogató mű, ami Karcagon és Tiszafüreden megépül, akkor még jobban tudunk abba az irányba menni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés még pontosabb és még jobb legyen itt a környéken.